Zoltán Erika, Horváth Csárli után szerda este Csepregi Éva vendégeskedett az Annó stúdiójában. A Telepakson havonta futó magazin házigazdája Túri Lui, aki a művészekkel folytatott beszélgetés mellett minden adásban archív felvételeket is mutat a korábbi évekből, így azt is megtudhattuk, mennyi pénzből élt 1972-ben Csepregi Éva ki mit tudós debütálásának évében egy fiatal. 25 éves vagyok. Fizetésem 2200 forint. Ebből 100 forint KST, 300 forint nyugdíj és katonai. Szerinted? 20 forint szakszervezet, 5 forint kézbélyeg. Kicsit megváltoztak. 5 forint vállalati sporthozzájárulás. Feleségem fizetése 2100 forint. A levonásokkal kereshetünk összesen 3764 forint. A műsor a kocbabákat is felidézte, kiderült többek között, hogy Csepregi Éva haja hogyan változott barnáról szőkére. Az énekesnő nevét igazán a Neoton família tette ismerté. Az az érdekes, hogy ez a Neoton együttes akkor a Lacival egy hihetetlen ismert együttes volt, de egy szám miatt. Kell, hogy várj. Akkor most az jöjjön. Igen. De ez még mindig egy ilyen ikonikus. Igen. Igen. Szerelmeseknek a dala. Ez katonadal volt, tudod? Hogy? Ezt akkor, tehát arra írta Laci, hogy amikor besorozzák a fiúkat. Éva az egyik legnagyobb sikerét Végvári Ádámmal érte el 1983-ban, megnyerték a Yamaha Fesztivált Japánban. Megint kérte a kiadó, hogy csináljunk erre a Yamaha Fesztiválra két dalt, mert mi erre meg vagyunk hívva. Ugyanis erre a fesztiválra mindenki nevezhetett az egész világról. Viszont volt egy pár olyan együttes vagy szólista, akiket kifejezetten hívtak. Uh-huh. Erre 4-5 ilyen volt, és akkor elkezdtek dolgozni a Laciék ezen a dalon. Két dalt csináltak, az egyik volt a Págó Págó, a másik pedig a Holnap Hajnali. Ott voltunk a templomoknál, ezt is a táncos vette föl, ez a, ugyanakkor igen, készült. Ez a nő, ez olyan híres lett. Zseniális a hangszerelés. A teljes zenekar nem mehetett a fesztiválra, ami miatt több konfliktus is adódott, legközelebb azonban ők adták a gála műsort Japánban. Erről is beszélgetett Lui és Csepregi Éva az Annóban, amelynek ismétlését megtekinthetik televíziós csatornánkon, továbbá folyamatosan látható a Telepax YouTube csatornáján.